tiszteltek, köszöntök kedves nézőket! TF Kaposvár mérkőzés a férfi NB1 alsóházi rájátszásának középszakaszában. Jönnek már is a kaposvári fiúk. A kezdőcsapat a 11-essel, csapatkapitánya Hendrey Roland, 15-össel Baki Gergely, 4-essel Halász Gábor, 5-össel Alexander Pusztamár és 8-assal Emmanuel Ubia Ferli Kalics fia Amerikából. A hazaiaknál, amint látom, Logan McLean 11-essel, 12-esek Kránszki Boris 6-ossal, Jonas Zohai Bester, Buzás Bence és Beák Gábor. A többiekkel megismerkedünk majd, a játékvezetők Cifra Csaba, Balogh György és Rázsor Robert. Érdekes eredmények születtek az előző fordulóban, az Alba például legyőzte a Kaposvárt 79-68-ra, ám utána vereséget szenvedett a TF csapatától, itt 70-65-re, Bestett és Hendlén válogatott kiválósága. Ugrik és nézzük! Nyájszki Boris ütötte a labdát és indulhat a támadás, tiszta fehérben a hazai téjen Budapest, tiszta kékben a Kaposvár, itt egy pár tucati néző is azért elkísért. Nekik csalódás ez, hogy az alsóházi rájátszásban játszanak, majd beszélek a Kaposvár történetről, és akkor megértik miért. Bestett egy jó befordulás Hendlén mellett és egy horog, amely lejön. Bestett visszaszerzi nagy bravúra, Beák triplára vállalkozik, amely rövid, és ez a labda most már a TFE, hiszen nem tudta elérni a 15-össel kirepülő Baki Gergely, 32 esztendős játékos, 195 centi, 95 kiló. Nyerszki Boris a kiváló irányító, a harmadik eredményesebb játékos, és most egy remek szóló után pontot dob. Emmanuel Ubia, Farley College, USA, 10,7 pont, 2,3 lepató, 46%-a dobja a triplát, nem semmi teljesítmény. Ubija, tehát vigyázni kell távoli dobásaira, Ubija. Láttuk itt már, amikor a Kaposvár győzni tudott itt a TFL-en, az alsóházi rájátszásban nagy küzdelemben 6 ponttal győzni tudtak Kaposvárot, szintén a TFL-en. Búzás Bence szágult, Bestett beforog, hűha, hát ez kinek szántad, kedves Bestett, hozzáért valaki, nem ért hozzá? Hozzáért valaki, így hát jöhet TF. 14 másodperc a támadidő, az volt a szerencsé, hogy Bestett viszonylag gyenge átadásához mégis hozzáért egy kész, talán az ötös, Alexander Pusztavár leve, Alexander Pusztavár 16 pontot és 4,7 lepattanót szorgoskodott össze, legutóbb remekelt. Ő volt a legjobb csapatában, és Bestett remek lefordulás után pontot dob. 4-0. Ismét Ubija. Egy-két légiós, például Reginald Johnson, vagy Márkos Pícát nem játszatja most. Fekete Ádám és segédedző Gordán Filipovics, a tulajdon Alex Pipant és Nagy Bálintot már jobban ismerik. Kaposvári betörés, kaposvári lehetőség, kaposvári pont, aki kiharcolt, hanem más, mint Halász Ákos. Ákos 28 esztendős, az 1-es, 2-es pont kiválósága és 3,8 lepattanót szeret, ezzel a csapatban a harmadik helyen áll lepattanó szerzése. Búzás! Befogták Logan McLean kezét és éppen Halász Ákosnak mutatják, hogy ő szabálytalan adott fel, és tette a kezét Ákos. Tehát remek formán Alexander Pusztavár, rá vigyázniuk kell most Alexanderre, a belorusz klasszisra, a TF játékosainak, külön búzás. Bestett, B betűs akció, a BB, Bestett megint befordul, ezt jól csinálta, de rövid a feltett labdája, Hendlein leszette, Ubija áthozza. Pusztavár. Baki. Baki Gergely egy zárás után, Baki Gergely, ott nehéz lesz befordulni. De Hendleinek jó a passz és szép a pont. 4-4. Hendlein Roli. Beák Gábor, egy másik rutinos játékos hozzá át. Bestett. Húzás. Tripla. Nem jó. Bestett leszette és kiüti a kezéből. Megint csak ki a szabálytalan Halász Ákos. Ákos villámgyorsan összeszed két személy hibát, nem örül ennek természetesen. Bestett pedig dobhat 4-4-es állásnál. Szép dobás, 5-4.
6-4-2 csont nélkül beestett tripla, a tripla, amiket mondok, büntető. 9,3 pont, 7,6 lepattanó az átlaga mellett. Aki próbálkozik, egy egyedi akció, de a lepattanó megvan Krajcki Borisnak, kiütik a kezéből, 3 az egyen mehet Endline, és zsákol. Hat-hat. Nyájt ki, Boris. Noven McLean. Bell. Könnyű kézzel vállalta a triplát, nem sikerült. Emmanuel Villa. Pusztekvár. Baki Pusztekvár. Ez is lecsorog. Búzás! Boris Kriánszki. Szóló lesz ebből. Semmi nem volt. Emmanuel Ubija indulhat. Halász, kisodorják a kezéből. Ubija. Baki. Gyönyörű szép szerelés. Kriánszki, Boris. Nagy indítás, búzás. Logan McLean, pont. Nyolc, a tremeg búzás McLean akció végén. Henlein Roland, Pusztekvár, Alász, Baki, rövid, beestett, merre kapta ezt a labdát, merre is vette, indított, Kránszki Boris. Szépen megy a Boris, szép a szerelés, Henlein. És egy távoli dobás, egy tripla, Ubija. Jánc-nyolcra veszett a Kaposvár. Jánc-ki Boris. Szépen illesztette fel a gömmek fején. 10-9. Pak indul meg, Beák védekezik vele. Pusztak már Ubija. Búzás lettek szabálytalannak a játékvezetők. 2-es csere, Kránszki Boris. És Pestet helyén. Fifovi Stefan. Márko Ricardo. Endline nem vállalkozott triplára, Ubijára figyel búzás. Pusztekvár lecsorog, Ricardo szerezte meg bravúrosan. Újra Ricardo, Beat, Ricardo, szlovén fiú, Ricardo. Jelte, hogy szlovén miket mondok, Bosnia. És remek McLean pont, 12-9, természetesen Ricardo, bosnyák játékos, elnézést. 25 esztendős, az egyes poszton játszik, és eddig 6,8 pontot szorgoskodott össze. Hatos a Hoggergő a csapatban. Jó bejátszás, Henvein, szép pont. Búzási triplára vállalkozik. Rövid. Leszette Filipovics, ez sincs benn. Logan McLean is leszett, ez sincs benn. 3 leszedett labda után nincs. És jön egy kaposvári támadás és egy kaposvári tripla. Hoggergő kihagyja a hazai csapat az összes lehetőségét. Egymás után 3-at Hoggergő bedobja, 14-12-re vezet már is a Kaposvár. Bocsánat. Kaposvári labdaszerzés után lehet indulni, Halász zicserben leteszi, Ubija, bedobja. És még dobhat is. Hát ez nem jött jó, 16-12,
4-0-ra ment a TF, de azóta Kaposvár jobb erősebb. 9-essel Bogdán Benedek érkezik. És jött Szobi Dániel is beáll Gábor helyére. Ha bedobja Obilla, akkor 5 ponttal megy a Kaposvár. Ubilla bedobja. Rikáló, Szobi. Filipovics. Logan McLean megindul, Logan. Szobi a szélre, megint egy tripla, és ez sem jó. És nem tudták besodolni, jöhet a Kaposvár. Pontatlanul dob most a hazai csapat, zicsereket dob a Kaposvár. Filipovics szerel, de ez már leszálló ágon volt. Ez 2 pont, 19-12. Endrej Roland 8 ponttal, Jonas Zohori Berstedt Filipovicsot váltja, és 14-essel a túladon érkezik Harazin Tamás. És jön Dante Clark is Filipovics helyett, és Harazin a legidősebb játékos. Most a mezőnyben 34 esztendős, 4-es, 5-es poszt kiválasztása, 204 centi, 95 kg. Dante Clark. Berstedt. Rikáló. Nem jó ez a dobásság. 19-12, 2 perc, 5 másodperc még a negyedből. Hopp. Jajta, Rikáló megindul. Szabálytalankodik Ubilla. Ubilla szabálytalankodott az egységben. Nézzük, Dante Clark. Rikáló. 10 másodperc még a támadó idő. Rikáló. Nagy bejátszás és Berstedt szép. 14-19. Másfél perc még a negyedből. Ubilla. Bogdánnak tette, aztán hok-hok. Megint hagyják dobni, és ezt is bedobta. Szobi. 22-14. Megint Berstedt. Rikáló, tripla. Ez sincs benne. Egy újabb tripla, Halász Ákos. Hát most ellépett 25-14-re a Kaposvár. 11 pont másodpercek alatt. Hát ez hihetetlen tényleg. Nem tudom, percek óta nem dob pontot egyszerűen a TF. Dante Clark. Rikáló megindul, Rikáló. Fölteszi, kimarad. Visszaszerezték Berstedt és Logan McLean. 10 másodperc és 19 még a negyedből. Jó lenne ponttal befejezni a TF-nek. Dante Clark tripla. Nem jó. Berstedt leszedi. Szabályt alkottak vele. Nézzük Berstedt büntetőjét. Szép. 25-15.
16-25. Még kijátszhatja ezt a támadóidat? A Kaposvár halászt leteszi. Ott egy tripla Benedek. Nem jó. Az ismétlés sem jó. Letelik az idő. 16-25. Innen folytatjuk a második negyedet. Szokásunkhoz néven nézzük akkor a Kaposvár történetét. 1960-ig előbb Kaposvári Vasút, majd Kaposvári Izzó néven az NB3-ban játszottak. Kaposvári Építők 74-től, 75-ben pedig az NB2-ben Sáév Kaposvár. NB2-esek voltak 83-ig, akkor bajnokok lettek Gálos, Gosztoni, Szabó, Monok, Stikkel és a vezetői Erzsi Frolov vezérletével. 1990-ben Kaposztukra esett, akkor Vojvodi, Monok, Kovács, Gosztoni játszott ott. 93-ban megölősítve Filipovics és a Litván Grigasszal, Ventkovácssal a hatodikat. 97-től Klima Villese, majd 2001-2004-ben két bajnoki cím Földivel, Dzsunis, Bukva, Bence, Gémesi, Zőke, Ivkovics, Nanneri, Ákvári, Tömösvári és egy kupagyőzelem Mélis Zolán edző vezérletével. Jelenleg csalódás az alsóház, hiszen 2014-től 5.-7. helyeket szereztek meg. És most nézzük ismét Hokkot, 25-16-os Kaposvári előnél Benedek, majd halász, újra Hokk, két remek triplát dobott, újra halász. Letette ugyan Harazin, de jó volt ez a tripla is Pakitől. Hát jobb, sokkal jobb a tripla százaléka a Kaposvárnak, és ezzel maga biztosan vezetnek. 28-16, sokkal jobb dobás biztonság kell a TF-nek. Dante, ó, eladott labda. Halász zicserben. Fel is teszi. Hát azt kell mondanom, villám gyorsan elmehet a meccs, hiszen 30-16, 14 pont. Tényleg nem hiszem el, ilyen kezdés után. Hát ez van. Nézzük. Bízunk persze a feltámadásban, a két meccset megnyert mostanában. A TF nem megy be, és nem tudják be simogatni. Hát nem igaz, hogy kijön ez is. Meklé, á, nem hiszem, Berstedt, szabálytalanság. Hát, ez szinte elképesztő, hogy nem tudják begyötörni a gyűrűbe a labdát a TF játékosai. Most büntető ismét Bergstedt. Maki Gergő szabálytalankodott. Dante Clark azt mondja, hogy akadályoztak, kérem szépen, hiába szereztem volna a labdát, nem hatotta ez meg a játékvezetőket. Hogg Gergő révén jöhet a Kaposvár. Halász. Nem vette át jól most, ha az én Tamás a labdát, jöhet a TF. Visszakapta. Ikáló, Logan McLean. Szóló. Kimarad. Nem tudok mit mondani. Zicserek sokasága, tényleg 6-8 zicser egymás után kimaradt. Tehát ez nem lehet. Egy sokkal gyengébb csapat ellen sem. A Kaposvár ellen meg végképp nem. Halász. Benedek. Baki. Szép labda, Harazin. És egy szerelés, szabálytalan Szobi Dániel. Dobhat Harazin. És Mustafa érkezik Hokk Gergő helyén.
32-18. Húzás ment érkezik Szobi Dániel helyére. Ricardo. Visszakapja. Tehát eljut hozzá a labda és bezsákolja. Pontosan behorgolja a labdát. 32-20. 12 pontnál jár. De László szóval verstett. Jöhet a TF. Dante Clark, egy Dante Clarkhoz szóló, és ez sincs bent. A labda a Kaposvári. Hát igen, ami nem megy be, az nem megy be, és annyi minden nem megy be, hogy ezt könnyedén meg tudja büntetni a Kaposvár. 32-20. Szép labdaszerzés, Berstedt, de aztán visszaszerzi a Kaposvár. Nézzük akkor Marco Ricciardo. Húzás. 12 pont az előny. Berstedt. Ricciardo. Triplára vállalkozik McLean. És ez nem jó. Ketten zúdultak, és ha azért leszett a halász. Baki. Jó passz. Ha azért Benedek. Ez jó. Sokkal jobban szedik a triplát, szólják a triplát. Ez egyértelmű, egy odaütésben. Bogdan Benedek. Dante Clark egyedül forgolódik, kiharcolja magának a helyzetet, és szép szólópontja után csökken a különbség. 35-22. Halász. Bogdan Benedek befordulna, és nem csak fordulna, be is dobja. 37-22. Logan McLean. Bravulós passz, csak nem jött be. Halász. De ott legyek egyedül. Nem dobta be. Berstedt kezéből kiüt, népusztak vár, de szabálytalan. Nézzük Beák Gábort, aki beállt most, és Dante hozza a labdát, Dante Clark, 37-22, 5,5 még a nagy szünetig, Dante Clark, Marco Ricciardo, zárást kap Marco, aztán Berstedtnek varázsolja, aki szépen betesz. 37-24. Gustavár, bielorusz óriás, Endline Hock, aki jó triplázott eddig, ez most nem jó dobár. Mi sem tudna triplának jó, mert onnanra lép. Dante Clark. Berstedt. Ricciardo. Ricciardo.
Na nézzük. Baki. Henlein behetlen Pusztavár. Pusztavár befordul és bedobja. 39-24. Időkérés, Alesz Pipán, ő belemenésekre már 15 ponttal megy már a Kaposvár. Egy olyan meccsen jól kezdett a TF, de azóta nagyon sok labdát eladnak, nagyon sok helyzetet kihagynak, és büntet a Kaposvár. A küzdőtéren már a TF Rikáló Dante Beák búzás. És persze, Vigatóadon Henley, Pusztavár, Hock, Benedek, mármint Bogdán Benedek, és 15-össel Baki Gergely érkezik. 39-24-es jelentős Kaposvári elő. Beestett. Döntek át. Szép tripla. Hock próbálkozik egy betöréssel. És szépen csinálta Hock. Beák visszatette Rikálónak. 4 percen belül vagyunk a nagyszületik, Bergstedt. Szépen bújt ki két embert. És még dobhat egyet, Jonas Bergstedt, 41-27-nél. Roland első személyhibája, és a negyedik csapat személyi egyben. Jó, 41-30. Baki. Henlein, Hock. Benedek, azaz Bogdán Benedek. Hock Gergő. Henlein. És szabálytalankodnak a lesz. Első személy Henlein viszont dobhat. Dobhat Henlein 41-30-as vezetésnél, és 42-31, mert Henlein Roland maga biztosan zúzta be ezt a labdát. Henlein Roland 33 éves, 203 centi, 11,3 pont, és 7,7 lepattanó eddig a neve mellett. Most egy szerelés után jöhet a TF, 3-14-nél a vége előtt. Búzás. Rikáló. Rövid. Jézus szerezte. Ez meg hosszú. Egy rossz dobás, egy jó labdaszerzés, mondjuk így. Jonas Bergstedt. 3 percen belül fel lehet zárkozni még. Nézzük ezt a támadást, Baki, cipeli, leosztja oldalra. Henlein megindul, Henlein Jonas-szal ütközik, és a játékvezetők Jonas Zohori Bestet ellen fújnak. Halász készül majd vissza Bogdán Benedek helyére, és jön majd Krenszky Boris is. És jön Logan McLean, Beák Gábor helyett. Nagy taps a TF oldalon, és nézzük Hock Gergőt. Henlein, Halász. Halász.
ki, kiszorítva, el kell dobnia, megjel gyűrű alját, de nem pont. Persze, remekül leszette újabb zárkózási lehetőség. Pestet onnan elvált, középtávol itt ne ide a Tomásról. 2 percen belül vagyunk, 9 fontos Kaposvár jelölt. Gyönyörű lentek vált kilépés. Ez azért nem volt. Tantekvárk első személye volt. Főbi Stefan megérkezett. Verstet leül egy kicsit pihenni. Egy 47-tel a vége előtt az alapvonal mögül halász. Ez sem egy be, hát ez hogy lehet? Mondja Handlein, kétszer rápecizte. Így viszont Kinyánszki Boris kitolja. Aj, Búzás Bence, jól akarta, de rosszul kivitelezve. Maradt a 42-33, és így 1-27-tel a nagyszünet előtt még magabiztos a Kaposvár előnye. Ezt most növelhetik is, hiszen a rossz átadás után ők jönnek most támadásban. Halász. Mustafár, aki Handleinek játszaná be, szép is lett volna, a mozdulat sem volt csúnya, Handlein azonban kihagyta. Maradt a 42-33, Dante Clark, ő nem hagyja ki, mert besodolt a Filipovic Stefan. Várja ott, de nem kapja halált viszont. Pumpál egy kicsit, még 12 másodperc, most már szabadulni kell. Megint Handleinek, ezt szépen csinálta. Handlein. 44-35, egyelőre 9 pont a különbség, nézzük mi lesz. 15 másodperc még a támadidő, de a fél időben is már csak 30 van hátra. Kiadja Filipovic Stefan, hát a kiadott zicserek eszméletlen mennyiségűek, tehát tényleg ebben nagyon nehéz mit kezdeni. Én voltam a szabálytalan, mondja Pusztafár. Nézzük Dante Clarkot. Az ember szólja 44-36. Alig van már a negyedből. Nagyon kellenek ezek a pontok, a felzárkózáshoz kellenek ezek a pontok. Dante pedig bedobta 44-37. És ebben a percben vége, 37-47, 7 ponttal vezet a Kaposvár, amely már 12 ponttal is vezetett. Visszatolt valamennyire jönni a TF, mert sokkal több kell, pontosabb palánk alatti játék támadásban és lepattanózásban is.